Közgazdász Vándorgyűlés, 3 napig tart a magyar közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciája. Felújítás, több más intézmény mellett az Eszterlánc északi óvoda fejlesztése is befejeződött Nyíregyházán. Támogatás, sokan igényelhettek segítséget munkahelyüktől vagy az önkormányzatoktól gyermekük iskola kezdéséhez. Nagy István agrárminiszter és Matolcsy György az MNB elnöke részvételével megkezdődött az 57. közgazdász vándorgyűlés a Nyíregyházi Egyetemen. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A magyar közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciáján szombatig számos előadást és kerekasztalbeszélgetést tartanak, mások mellett a gazdaságpolitika, a pénz- és tőkepiacok, a szakképzés és foglalkoztatás, valamint a fenntarthatóság témakörében. A közgazdász társadalom számára már szinte ünnepnek számít minden évben a vándorgyűlés. A szakemberek ilyenkor tudnak találkozni és megosztani egymás között a véleményüket. Nyíregyháza nem első alkalommal biztosított már ehhez helyszínt, idén azonban mást is ünnepeltek. 2019-ben 125 éves a Magyar Közgazdasági Társaság, közölte az elnök Plesinger Gyula. A vándorgyűlések alkalmával minden évben próbálják feltárni az aktuális gazdasági és társadalmi kihívásokat, illetve ezekre választ keresni. A témaválasztást illetően ez idén sem volt máshogy. Az elmúlt év a versenyképességet tűztük napirendre, és ebben az évben pedig a fenntarthatóság klímaváltozás lett a vezető témakörünk, ami úgy gondolom, hogy a közvélemény nagy részét komolyan foglalkoztatta. Ahhoz, hogy tudomásul vegyük, hogy létezik a klímaváltozás, nem is kell a hurikánokra, a cunamikra, a lecsek korlátozására, a tengerszint magasságának növekedő emelkedésére gondolni, hiszen elég csak a végnézőké egyes időjárás lehet, és rögtön érezhetjük, hogy van változat. A 3 napos gyűlésen többek között államtitkárok, akadémikusok és banki szakemberek előadását is meghallgathatják a közgazdászok. A véleményüket egy záró dokumentum formájában minden évben továbbítják a döntéshozóknak. Plesinger Gyula kiemelte, úgy látja, a kormányzati döntésekben a javaslataik is sokszor visszaköszönnek. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke arról beszélt Nyíregyházán, hogy a környezeti klímaváltozással együtt egy gazdasági klímaváltozás is folyamatban van. Nem csak a környezet szempontjából van szükség fenntarthatóságra. Most az előszerét, az előjeleit tapasztaljuk annak, hogy változóban van a globális térben, a globális gazdaságban, környezetünkben, Európában is, és régiónkban is a gazdasági klíma. Eddig, és ez egy gazdaság történetileg kitűnő eredmény, 7 évig Magyarország relatív békeidőben, mert békeidők azok nem szokhatunk teljesen lenni, de relatív tetrező egyéni globális és európai konjunktúrában jól teljesített. 7 évet elzárkózó pályában egyszerre őrizzük az egyensúlyt és teljesítjük a növekedést. Sőt, már nem csupán növekedés fordulatot, hanem felzárkózási fordulatot is táplálunk együtt, Matolcsy György hozzátette, Magyarország az elmúlt években átlagosan 2%-kal magasabb gazdasági növekedés produkált, mint az Európai Uniós átlag. Befejeződött a nyíregyházi Tas utcai Eszterlánc északi óvoda fejlesztése, amelyet az elmúlt hónapokban kívül-belül felújítottak, és egy tornaszobát is kialakítottak benne. A munkálatok egy több intézményt érintő 900 millió forintos projekt keretében valósultak meg, melynek köszönhetően az óvodák új eszközöket is kapnak. Ki aludt, ki pedig csendesen el volt. Délutáni pihenőjüket töltötték az óvisok a szerdai ebéd után, miközben fontos dolgok történtek tőlük néhány méterre. Ekkor adták át a megújult intézményt, amint egy fél évig tartó munkák után. Labdák, bordásfalak, hula-hop karikák és sok más eszköz, ami a gyerekek mozgásához szükséges. A legjelentősebb fejlesztés a tornaszoba kialakítása volt közel 60 négyzetméteren. Ezt a sportoláson, táncoláson kívül rendezvények lebonyolítására is használják majd. Emellett számos más dolog is megújult az óvodában. Csoportszobában PVC-ket cseréltek színesekre,
csempéket raktak a fellőcsebb ajtókra. Az egész épületet kifestették, a csoportszobától, öltözőtől, folyosón át minden mellékhelyiségeket. Nagyon fontos, hogy napelemeket helyeztek az épület tetejére. Minden belső nyílászáró ajtót megszélesítettek, és nagyobbak lettek, áttekinthetőek, könnyen be tud jönni akadálymentes kerekesszékkel is a szülő, az óvodás gyerek, hiszen integráltan neveljük a gyerekeket, ennek is megvan most már a lehetősége, a kapu bejárattól kezdve egészen a csoportszobákig. Az intézmény fejlesztése 3 ütemben történt. Évekkel ezelőtt már volt egy energetikai felújítás, amit később az udvar rendbe rakása követett egy új játszótér kialakításával. A mostani munkák és eszközbeszerzések egy 900 millió forintos, 9 óvodát és bölcsödét érintő projekt keretében valósultak meg. Az Eszterláncra adtas utcai bölcsödével együtt nagyjából 170 millió forint jutott. A városban közben folyamatosan zajlik a többi intézmény felújítása is. Az önkormányzatnak 35 óvodája van és 9 bölcsődéje. Egyet, a 35-dik, amit a kórházban tavaly építettünk, a 34 óvodában 33 megújult. Egyetlen egy maradt hátra, Oroson, a De============ Egyetlen egy ajánlat érkezett kivitelezésre, törvény szerint ekkor érvénytelen, újra ki kellett írnunk. És ezek a felújítások komplexek, tehát mindenütt egyediek is egy kicsit. A március elején kezdődött munka során folyamatosan adták át az elkészült csoportszobákat, illetve az udvaron is mindig hagytak játszó területet az idejáró mintegy 180 gyereknek, akiknek a mozgatását, áthelyezését viszont meg kellett oldani ez időre. Az intézményvezető elmondása szerint azonban a felújítás befejeztével ők is otthonosabban, komfortosabban érzik magukat. A kívülbelül megszépült épület mellett pedig új színvilág és dekorációk fogadták őket az új nevelési év kezdetén. A fejlesztéseket megelőző városlakókkal való egyeztetéseket, a könnyen elérhető képviselők rendszerét és a választókerületi pénzügyi keretet is bevezetné a választások után a szövetségben Nyíregyházáért. Mint a pártszövetség csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott, a közlekedést is fejlesztenék, a vasúti sínek mentén zajvédő falat építenének a városon belül, több forgalmas úton pedig felül- és aluljárókat létesítenének, emellett akadálymentesítenék a nyíregyházi vasútállomást. A további közlekedésbiztonságot javító tervekről a szövetség polgármester jelöltje beszélt. Úgy alakítottunk ki programot Nyíregyházán, hogy abban olyan jelentős problémák és feladatok jelentek meg, amely az egész várost érinti, és mindenkinek az életét befolyásolja. A közlekedést érintően én most 2 olyan csomópontnak az átépítési igényét emelném ki, ami nagyon fontos. Az egyik a Sóstói út, Krúdi Gyula utcai kereszteződés, a másik pedig a Kótai út, Vasvári Pál utca, Hímes utcai kereszteződés. Mindkettő kifejezetten balesetveszélyesnek mondható, mindkettő évtizedek óta várat magára, mármint az átépítésre, és bizony ezt meg kell valósítanunk, mindkét csomópontban körforgalmi csomópontokat fogunk kialakítani a következő ciklusban. A kafetéria rendszer átalakítása miatt idén már kevesebben igényelhették az iskola kezdési támogatást, több munkahelyen azonban továbbra is elérhető az egy gyermek után 40 ezer forintot is meghaladó pénzbeli juttatás. A munkaadótól kérhető segítség mellett az önkormányzatoktól is igényelhető támogatás. Iskola kezdéskor minden forint számít. Ez a szülők számára mindig egy megterhelő időszak, hiszen az új tanévre számos új dolog megvásárlása szükséges. Attól függően, hogy hanyadikos gyermekről van szó, 20 ezertől akár 100 ezer forintig is rúghatnak a költségek. Ehhez jelentett korábban nagy segítséget az iskola kezdési támogatás, amelyet azonban ettől az évtől jelentős változások érintettek. A kafetéria rendszer átalakítása óta ugyanis már nem létezik, mint kafetéria elem. Egyes munkaadóknál ennek ellenére továbbra is biztosítják munkabérbe építve a kedvezőtlen jövedelemkénti adózás és jóval több adminisztrációs munkadacára. Szerencsés esetben a munkaadó megtartotta az eddig igényelhető összeget is. Mindkét szülő kaphat iskola kezdési támogatást, még ha az anya és az apa azonos munkahelyen is dolgozik. Erről a munkaadó dönt. Összege, amennyiben a munkaadó tartja a tavaly még kérhető kafetéria összegét, egy gyerek után nem lehet több a bruttó minimálbér 30%-ánál,
azaz maximum 44.700 forint. Kettő gyerek után 89.400, három után 134.100 forint, négy után pedig már 187.800 forint. A szülők nem csak munkahelyükön kaphatnak támogatást az iskola kezdési költségekre, erre a települések önkormányzatainál is van lehetőség. Ezek azonban eltérő összegekkel járulnak hozzá a költségekhez, ahogy a feltételek is változók. Az igénylés minden esetre ebben az esetben az illetékes önkormányzatnál nyújthatják be a szülők. A magyar rendőrség őrizetébe került a 3 évvel ezelőtti nyíregyházi lövöldöző. Az emberölés elkövetésének gyanúja miatt elrendelt európai elfogatóparancs alapján adta át a román hatóság a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság munkatársainak a román állampolgárt csütörtökön az Ártándi közúti határátkelő helyen. A megalapozott gyanú szerint a férfi 3 évvel ezelőtt egy nyíregyházi családi házban lövéseket adott le az ott élő házaspárra. Az asszony az őtért lövés következtében a helyszínen életét vesztette, férjét szintén találat érte, aminek következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. A lövöldöző ezt követően Romániába menekült, ahol a magyar hatóság által kiadott európai elfogató parancs alapján a román hatóság őrizetbe vette. Elszámoltatása a 3 évvel korábban elkövetett bűncselekménnyel összefüggésben a Szabolcs megyei rendőrfőkapitányságon megkezdődött. Útfelújítási és aszfaltozási munkálatokat végeznek csütörtöktől jövő hétfőig a Záhonyi közúti határátkelő helyen. Emiatt elsősorban a belépő személygépjármű, valamint autóbusz forgalomban várhatók fennakadások. A megyei rendőrfőkapitányság azt javasolja, hogy személyforgalomra az érintett időszakban válasszák inkább a legközelebbi naponta 7 és 18 óra között használható Lónyai, vagy a nap 24 órájában nyitva álló Beregsorányi határátkelő helyet. A szélsőséges időjárás miatt idén a szokásosnál jóval kevesebb repce és akácmézet termeltek a méhek megyénkben, az állományra pedig a növényvédőszerek permetezése volt negatív hatással. A vásárlóknak azonban a kedvezőtlen természeti körülmények ellenére sem kell jelentős áremelkedésre számítaniuk. A tavaly őszi aszály miatt nagyon kevés repcemész termett idén, az akácmész hozama pedig a nagy esőzések miatt csapant meg. A napraforgó elvetése az idei tavasszal egyszerre történt, így a virágzás 8-10 napra korlátozódott, amivel a méhek a begyűjtés során nagyon nehezen tudtak megbirkózni. A napraforgó méz mennyisége azonban ennek ellenére is átlagosnak mondható, közölte Hók József, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke. Akár a Tiszán túl ezen a részét is nézzük, a repce az nagyon minimális volt, és a repce alatt is a száraz időjárás végül is a nektárképződés nem tette lehetővé, szeles volt az idő, úgyhogy a repcemész szinte teljesen kiesett a méhészek termeléséből 2019-ben. A kánc alatt mondhatnánk, hogy túl jó áprilisunk volt végül is a gyümölcsvirágzáson, a családok azért valamennyire fel tudtak jönni, igaz, hogy a tavalyi mérgezés az megpecsételte a sorsukat. A kánc virágzás alatt borzasztó nagy lehűlés, 19-20 fokos csúcshőmérsékletek, folyamatos csapadék, minimális akácméz termet, én talán azt mondanám, hogy harmada, negyede, mint a korábbi években. Az idei évben tapasztalt szúnyoginvázió miatt megnövekedett a levegőbe permetezett rovarirtószerek mennyisége is. A napnyugta előtti szúnyogírtás a kaptárfalán elhelyezkedő méhek pusztulását is előidézte, ami ugyancsak negatívan hatott az idei méztermésre, tette hozzá a méhész. Hók József szerint a méhészek az említett problémák miatt veszteséges szezon zártak. Bármilyen permetezéseket, ha végeznek végül is, nagyon sokszor virágzó kultúra vagy virágzó kultúra melletti területeket permeteznek, ami lehet, hogy nem közvetlenül pusztítja a méheinket, de rövidebb életet biztosít számukra, koptatja őket, vagy ha nem is az, hogy elpusztul, hanem a család érzi az idegen permet szerszagot rajtuk, akkor nem engedik vissza a kaptárba ezeket a méheket, ezek elpusztulnak. Hók József ugyanakkor azt is elmondta, a méz világpiaci változásai és a gyenge export csekély mértékben változtattak a hazai árakon, ennél fogva jelentős emelkedésre nem kell számítania a vásárlóknak.
A szerb Zitko Basket Belgrád U16-os csapata nyerte Nyíregyházán az 5-ös kupa nemzetközi fiú utánpótlás kosárlabda tornát, miután a döntőben legyőzte a Szolnoki Sportcentrum kosárlabda akadémia együttesét. A harmadik helyen a Debreceni Kosárlabda Akadémia végzett, megelőzve a szlovák Iskra Svit csapatát. 11. alkalommal rendezte meg utánpótlás tornáját a Nyíregyházi Kosárlabda Klub, ezen belül 4. alkalommal volt nemzetközi az esemény. A házigazda NKK 5-ös mellett 5 hazai akadémia képviselői, valamint Szlovákiából és Szerbiából érkező U16-os együttesek léptek pályára a Vecsik és a Nyíregyházi Egyetem tornacsarnokában. A végső győztes belgrádi csapat kiemelkedett a mezőnyből, de a tornán több színvonalas mérkőzést is láthattak az érdeklődők. Minden idők egyik legszínvonalasabb tornáját sikerült megrendeznünk. Rendkívül erős mezőny fogadta el a meghívásunkat. Mondhatom azt, hogy a kelet-magyarországi, illetve a budapesti honvéddal kiegészülve 5 kosárlabda akadémia csapata képviseltette magát. A svitiek is most egy rendkívül erős csapattal érkeztek, és a tornát megnyerő belgrádi csapat is azt mondom, hogy olyan játékerőt képviselt, akár a magyar bajnokságot is megnyerték volna, illetve a legszorosabb mérkőzésüket a Debreceni Akadémia ellen játszották, azt is megnyerték közel 25-30 ponttal. A rendező NKK 5-ös a Szolnoktól és a Honvédtól nagy különbségű vereséget szenvedett, a helyosztón pedig 61-57-re kaptak ki a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda Akadémiától Ferenczi Tamás tanítványai, akik így a 8. helyen végeztek a tornán. Azért hívtunk ilyen erős ellenfeleket, hogy saját játékosaink a saját bőrükön érezzék, hogy mi az az elit szint, ahova esetleg el lehet jutni. Ugye a tavalyi év tavaszi lebonyolításában a regionális bajnokságban játszottunk, 12-ből 12 mérkőzést nyertünk meg, és én meg akartam, illetve az egyesületünk vezetőjét meg akartuk a játékosoknak mutatni, hogy hova lehet fejlődni, vagy hova kellene nekünk eljutni. Az első 2 mérkőzésem azt mondom, hogy nagyon rosszul érték meg ezt a srácok, sokkal agresszívabb, sokkal keményebb, fizikálisan képzettebb ellenfelekkel találkoztak. Voltak periódusok, amikor nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, volt olyan periódus, amikor kevésbé. A harmadik mérkőzést, amit a Nyíregyházi Akadémia ellen játszottunk, azt már úgy értékelem, hogy a számunkra egy rendkívül hasznos és nagyon jó mérkőzés volt. Az NKK 5-ös U16-os csapata már a hétvégén elkezdi bajnoki szereplését. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a korosztályban induló 108 csapat közül a 32-es főtáblára sorolta Ferenczi Tamás együttesét. A nyíregyháziak a Vecsik csarnokában szombaton 11 órától a Kaposvári Sportiskola, 17 órától az Atomerőműese, vasárnap 11-15-től pedig a Kecskeméti Akadémia B csapata ellen lépnek pályára. Új edző Falcsik Miklós irányításával készül az MB2-es bajnokságra a Máté Szalkai női kézilabda csapat. A játékos keretben minimális volt a mozgás, Vakarcs Krisztina visszavonult, 2 játékos pedig Hajdúböszörményből érkezett az MMTK-hoz. A cél az első 3 hely valamelyikének megszerzése az északkeleti csoportban. Augusztus 1-én kezdte el a felkészülést a Máté Szalkai csapat egy rutinos edző a 33. idényének nekivágó Falcsik Miklós irányításával. A játékos mozgás minimális volt, igaz a pályafutását befejező korábbi játékos edző Vakarcs Krisztina hiánya jelentős érvágásnak számít. 2 új játékos csatlakozott az MMTK-hoz, Berényi Janka és Balla Barbara Hajdúböszörményből érkezett a csapathoz. Az első 2 hét napi edzései után a folytatásban heti 3 alkalommal tréningeznek a szalkaiak, akik a Hajdúnánás, a Vitkese és a Hajdúböszörmény ellen már felkészülési meccseken is pályára léptek. Tulajdonképpen egy komplex felkészülést kellett csinálni, tehát amiben az alapálló képességeket is először helyre kellett rakni, de közben már labdát is elő kellett venni, technikai dolgokkal, speciális, sportág specifikus technikai, illetve taktikai dolgokkal is kellett folyamatosan foglalkozzunk, ugyanis nagyon kevés idő van azt az arculatot, hogy fel tudja venni a csapat, amit én szeretnék, ami konkrétan egy jó védekezést jelentene, amiből villám gyorsan próbálnánk meg rendezetlen védelem ellen támadásokat befejezni. Ez védekezésben nagy munkát igényel, támadásban könnyű gólok szerzés az mindig egy örömérzet, mindig egy plusz adalányoknak. A hivatalos célkitűzés az első 3 hely valamelyikének megszerzése, de a játékosoknak a legutóbbi ezüstérem után merészebb álmaik vannak. Lányok, azt beszéltük a célok és feladatok az első edzésünkön, hogy az első találkozás alkalmával, hogy az 1-3-ba szeretnének kerülni
ez lett volna a cél a vezetőségtől. A lányok fogadkoztak, hogy ők még egy évet szeretnének kézlabdázni, és az én irányításom miatt maradnak itt, és szeretnék megnyerni a bajnokságot. Hát, hogy ebből mi lesz, nem tudni. Mondtam, hogy az akarás az tökéletes, tehát ez a cél, van egy ilyen célkitűzés, ennek örülök. Edzésen mindent megtesznek, aztán az, hogy valaki bajnokságot tudjon nyerni, az egy nagyon-nagyon sok összetevője van. Sérülések, utazás, külső körülmények, közönség, hazai pálya, idegenbeli szereplések, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon összetett dolog, hogy valaki bajnokságot tudjon nyerni. A Máté Szalkai MTK szeptember 14-én hazai pályán a Miskolci Szepa KS ellen kezdi a bajnokságot. Addig még a kisvárdai IFI és a Fehérgyarmat ellen csiszolhatják formájukat Falcsik Miklós tanítványai. Híradónk végén, lássuk a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Nagy István agrárminiszter és Matolcsi György az MNB elnöke részvételével megkezdődött az 57. közgazdász vándorgyűlés a Nyíregyházi Egyetemen. A magyar közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciáján szombatig számos előadást és kerekasztal beszélgetést tartanak. Mások mellett a gazdaságpolitika, a pénz- és tőkepiacok, a szakképzés és foglalkoztatás, az innováció, valamint a fenntarthatóság témakörében. Befejeződött a nyíregyházi Tas utcai Eszterlánc északi óvoda fejlesztése, amelyet az elmúlt mintegy fél évben kívülbelül felújítottak, és egy tornaszobát is kialakítottak benne. A nagyjából 170 millió forint értékű munkálatok egy 9 óvodát és bölcsödét érintő, összesen 900 millió forintos projekt keretében valósultak meg, melynek köszönhetően az intézmények további új eszközöket is kapnak. A kafetéria rendszer átalakítása miatt idén már kevesebben igényelhették az iskolakezdési támogatást, több munkahelyen azonban továbbra is elérhető az egy gyermek után 40 ezer forintot is meghaladó pénzbeli juttatás. A munkaadótól kérhető segítség mellett az önkormányzatoktól is igényelhető támogatás, ennek összege és feltételei azonban településenként változóak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 5-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Egy érkező hidegfrontnak köszönhetően pénteken már több lesz a felhő. Reggelig még gyengén felhős, száraz idő várható, időnként megélénkülő széllel és 7-13 fok körüli hajnali minimum hőmérséklettel. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, csapadék nem valószínű, az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul. A hétvégén, illetve hétfőn erősen felhős idő lesz a jellemző, csak rövid napos periódusok lehetnek, több helyen több alkalommal is előfordulhat eső, záporeső, néha zivatar, kedden aztán majd szárazabbra és derűsebbre fordul időjárásunk.